sziasztok! Ez itt a Stars and Music Trend Talk, a mai vendégünk pedig a Holy Chicks. Sziasztok! Ma jelent meg az első nagy lemezetek, az ez már az 11 számmal rajta. Meséltek nekünk róla egy kicsit? Mire vagy ki? Mi? Na jó, nem. Tessék, te odaadjam a Hunyikának. Elkezdem, 11 számos lett a lemez, és életünk első lemez felvétel volt, és óriási élmény volt. Az a világon a legjobb élmény. Tessék, gyorsék! Szóval, ha ide nézek. Szóval az a lényeg, hogy már a 11 számból van 5 dal, ami vadi új, és a többit pedig már játszottuk koncerten. Úgyhogy félig meddig már ismeri a közönség ezeket a dalokat, viszont a legtöbb az ősbemutató, a felét igazából ezt ma fogják megismerni, úgyhogy nagyon izgulunk. Izgulunk. Amúgy meg így annyit elmondanék róla, hogy azért lett a címe az ez már az, mert hogy mi szeretjük beleírni a kis szólásmondásainkat a dalokba, és az ez már az is egy ilyen szólásmondás, úgyhogy ez lett a címe, hogy ez már az, hiszen megérkeztünk ahhoz a stílushoz és ahhoz a mindenhez, magunkhoz megérkeztünk. A szívem itt dobog a torkomban, vándor madár vagyok a városban. Kibontanám a szárnyaim, de visszavágyom a földre, ma még valami húz, nem ereszt, elfogy a levegőm. De ma még egyszer futok feléd, felettünk az ég, kinyújtja végtelen két kezét. A zenekar elérte már azt a kort, hogy 4 évesek lettünk, de már tagadjuk. Szóval most már nem szülinapi koncertként hirdetjük, csak lemezbemutatóként. Ennyi. Ez így van. Ugye a legfiatalabb. Mert hogy miért is baj, hogy már 4 évesek vagytok? Nagyon jó, hogy 4 évesek vagyunk. A nők mindig letagadják a korukat. Ez így nőnapon nagyon aktuális, de mi vállaljuk ezt a 4 évet nagyon is, és igazából most érkeztünk meg, ugye, amit említettem, hogy ez már az, most érkeztünk meg oda, ahova mindig is szerettünk volna. Máma! A mai ez napon, a... máma! Igen. Most, hogy mondod, hogy ma van kereken 4 éves a zenekar? Igen. Vagy mert most csak azért kérdezem, mert az jutott eszem, hogy pont nőnapon álltatok össze, de akkor ezek szerint, de csak ebben. Nem, februárban alakult, február környékén, azért így elég nehéz meghatározni, hogy melyik nap és alakult a zenekar, de hogy körülbelül így szoktuk, február-március. Szabadon repülök, ma a szél lesz, szabadon repülök, gyere érj el szabadon, hol a fény, a sötéttel engem vár. Szabadon vagyok úgy, ahogy érzem, szabadon nevetek, az egészen szabadon, csak az álmomat élem, nem kell más. A lemezbemutató mellett napokban, azt hiszem tegnap jött ki a legfrissebb klipetek is, melyik számhoz és mit láthatunk a klipben? A Szabadon, Szabadon című számhoz, amit hallhattok a Most van Most című új magyar mozifilmnek a vége főcímdalaként is, és tehát ott csak egy részletet, és akkor tegnaptól elérhető az egész dal klippel együtt, ami nagyon-nagyon jó klipforgatás volt, nagyon szerettük, nagyon hideg volt, de szerencsére amúgy pont aznap esett a hó, ezért nagyon szép képeket sikerült felvennünk. Szabadtéri ezek szerint, és van mögötte sztori, vagy zenélős? Két helyszínes ez az egész, van a buszos, ahol Hunyika egy akkora hősnő volt, nem tudom, hogy 5 órát vezetett egyfolytába. Igen, a Budakeszi és Zsámbék közötti útszakaszt, azt most már csukott szemmel is be le tudnám vezetni szerintem, mert hogy már 25, nem? Igen, életem előzőr vezettem kis buszt, úgyhogy ez is nagyon izgalmas volt. Aztán utána pedig átmentünk ugye felvenni a zenélős részeket egy ilyen hangárba, vagy nem is tudom, ilyen stúdióba, és ők találták ki ezt a... Nézd! Tehát nagyon izgulunk amúgy a mai koncert miatt, mert hogy ugye ez életünk első lemezbemutató koncertje. Ráadásul december óta nem játszottunk, mert hogy írtuk a nagylemezt, tehát hogy így ezt úgy fogalmaztam meg, nyugodtan, hogy nem zavar imádom, ezt úgy fogalmaztam meg nemrég, hogy olyanok vagyunk, mint a versenylovak, akik így vissza vannak fogva, úgyhogy már annyira várjuk, hogy meginduljunk. Szabadon repülök, ma a szél lesz, szabadon repülök, gyere érj el szabadon, hol a fény, a sötéttel engem vár. Szabadon.
szabadon vagyok úgy, ahogy érzem, szabadon nevetek, az egészen szabadon, csak az álmomat élem, nem kell más. Az első olyan stúdiózásunk, amire szerintem mindannyiunk nevében azt mondhatom, hogy élmény számba ment. Köszönhetően Ligeti Gyurinak, aki a producerünk volt, az Ez már az album során. Igen. És na mindegy, és nagyon-nagyon jó volt, bíztatgatott minket, amikor kellett, kiavított minket, amikor kellett, és tényleg... És leszidott minket, amikor kellett. Nem szidott. Nem szidott, nem, de nagyon... nem kellett. Nem, nagyon jó pedagógiai érzékkel tudta azt, hogy mikor mondja azt, hogy nem baj, még bírjátok, hogy mikor mondta azt, hogy hagyjad már! Tehát, hogy így a megfogalmazáson azért... Figyelem, mindig azt mondta, figyelem, Szóval nagyon hálásak vagyunk Ligeti Gyurinak, és hát egyébként a menedzsmentünknek is nagyon hálásak vagyunk, hiszen azért párhuzamosan zajlottak a lemezbemutatónak az előkészületei, és akkor mindig kérdeztük, hogy miben segíthetünk, és akkor annyit mondtak, hogy így konkrétan, hogy ti tehermentesítve vagytok most minden alól, mert az a dolgotok, hogy a lemezt írjátok. Úgyhogy egy nagy hála és szeretet, és szuper csapat van mögöttünk, egy és ezért művelünk. Egy tapsot! A legtöbb zenekartól ilyenkor március környékén még azt szoktam kérdezni, hogy mik a tervek idénre. Hát nálatok most már lemez is van, klip is van, maradt még valami, amit nem pipáltatok ide? Szeretnénk írni még egyet, még egy lemez. De tényleg, nem akarunk zenélni, csak lemezt írni. Nagyon szeretnénk egyébként a fesztiválokon most már aktívan részt venni. Most már van lemezünk, amit el tudunk játszani. Van egy olyan dalunk, amit tessék, bebocsájtunk, egy fesztivál dalt írtunk, érzetek el, úgyhogy... Igen, az a referenc fesztivál. Pillanatban a test. Mi a gorakás? Sérüljünk le itt a koncerten. Ja, mondjuk. Kicsit izé, hát igen, ez van. Na, azt aztán várhatjátok. Több komolyságot, elnézést. Szabadon, csak az álmomat élem, nem kell más. Szabadon repülök, szabadon lebegek, szabadon nevetek, szabadon szeretek, szabadon repülök, szabadon lebegek, szabadon nevetek, szabadon szeretek. Igazából az egész lemez egy hatalmas csapatmunka volt, szöveget is együtt írtunk, meg mindent. Úgyhogy együtt éltünk, sőt egyébként a legszebb az az volt, amikor a legutolsó nap volt a stúdióban, és akkor fel kellett menni, ez konkrétan egy 24 órás stúdiózás volt, hétfő reggel, vasárnap reggel mentünk, és hétfő reggel jöttünk el. Reggel 8-kor énekeltem fel az utolsó vokálokat a Túltolás című számunkra, ami egyébként egy nagyon stílusos befejezése volt az egésznek, és annyira kedves volt, hogy a Vivi meg a Fanni, ők ott aludtak a kanapén, mert így ott voltak, és ők ott aludtak. Tehát, hogy így igazából az egész zenekar együtt lélegzett, és együtt vett részt ebben az egészben. Úgyhogy nagyon jó élményekkel zárjuk ezt a két hónapot, ami nagyon feszített tempójú volt, úgyhogy nagyon izgulunk! Tudom azt, hogy hallasz, tudom azt, hogy látsz, a fejedben mindig megtalálsz. Tudom, kicsit késő, de ha mégis visszafordulnál, ahol hagytál, megtalálsz. Tavaly bemutatkoztatok a Budapest Park színpadán is. Idén is láthatunk majd? Az Intim torna illegál előtt játszottunk, nagyon nagy megtiszteltetés volt, volt szivárványunk is, tehát minden eset sütött a nap, nagyon izgultunk, de például nekem szerint nagyon sok mindenre rájöttem azon a nap. Mindenre rájöttem, hogy hogyan kéne csinálni, és onnantól elindult egy teljesen másfajta folyamat a zenekar életében, nem? Igen, utána el is mentünk egy... Tehát utána el is mentünk alkotótáborba, Sukoróra szoktunk járni, egyébként nekünk ott van egy házunk, és akkor nyugodtan üljél rám. És tehát Sukoron a nappaliba berendezzük a kis zeneszobát, és akkor ott írtuk, két napig írtuk a dalokat, és egy csomó olyan, ne sír, meghatottál. Komolyan! Na, nagyon, és elhittem! Én is mondom, nekem! Mi is sírunk! Hallottad a Nem Árt című számunkat? Ne bánt! Igen, tehát hogy Csukorról már megírtunk két számot abból, amiket most majd hallani fogtok, illetve ami rajta van a lemezen. Nagyon szeretnénk minél több fesztiválról részt venni a nyáron, addig pedig kövessék az Insta oldalunkat és a Facebook oldalunkat, és ott minden aktuális dolgot ki fogunk írni.
Szuper, követni fogjuk. Köszi az interjút. Köszi szépen. Ne haragudjatok.